呗。还没有费了，放费了。在这个身上。Az igazságot hajszolva cirkál az utcákon. Az eredetét homály fedi. A jövő század technológiáját hordozza. A kormány hivatalosan tagadja a létezését. Jelenléte mégis kétségbe vonhatatlan. A tökéletes fegyver egy tökéletes jövőért. A száguldó vipera. Tolvajok, mint mi. Hallottátok, hogy egy pasas kigyulladt? Kigyulladt? Képzeld csak el. Valami biztonsági őr lángokban tört ki, aztán köddé vált. Puff! És volt nincs. Hallottam már ilyet. Csináljuk neked is egyet? Nem, így is megteszi. Spontán emberi égés. A suliban volt róla szó. Az egyik misztikus legenda a sok közül. De volt egy szemtanú is. Nem hoztatok magatoknak ebédet? De igen. Egyébként az a pasas közvetlen közelről látta az esetet. Nem lehet, hogy egy kicsit beívott? Most, hogy mondod, de könnyen lehet. A probléma csak az, hogy nem ez az első ilyen eset a világtörténelemben. Végül is a szén fontos összetevőnk. Ez lenne a tudományos magyarázat, doktornő. Hát leegyszerűsítve igen. A molekulák átrendeződése okozhat belső égést. Képzeld el a fejed a mikróban. Ez meg mi? Hogy ez? Ez egy kutya. Hé, Franky, hogy elsőre kitaláltad? Allergiás vagyok rájuk. Azonnal vidd el innen, ha nem akarod, hogy szívinfarktusban pusztuljak el. Milyen édes. Hogy vagy, haver? Hát nem aranyos. A neve William. Egy pár napig én vigyázok rá. Nem akartam otthon hagyni. Ugye, nem nagy baj. Oh, dehogy is. Jól meg leszünk. Éhesnek tűnik. Éhesek vagyunk? Szobatiszta? Teljesen, és amikor csak teheti, alszik, úgyhogy nem lesz vele több gond, mint Frankivel. Ha, nagyon vicces, de ti legalább nem tüsszögtök tőlem. Hát, előfordult már. Az a bors hibája volt, nem az enyém. Jaj, Franki, csak pár napról van szó, és addig is feliratunk neked valami allergia gyógyszert. Na, kérlek. Oké, de ha csak egyszer is rosszul leszek tőle, fel is út, le is út. Megértettétek? Oké, rendben. Ketlet ügynök beszélni akar velünk. Másrészt, Ketlet ügynök, hála a trehányságának 10 teljes percet kellett elvesztegetnem a rossz periratokkal. Teljesen megértem a felháborodását, de nem kifejezetten trehányságról van szó, ugyanis én ide hetest írtam. Igen, de egyesnek látszik. Mától kezdve ebben az irodában a hetest így írjuk, az egyest pedig... így. Aha. Igaza van, Miss Gent. Így végre minden hasonló természetű problémát kiküszöbölhetünk. Nagyon köszönöm. Kibírhatatlan. Nem ismerek még egy ilyen nagyképű hárpiát. De igazán csinos. Ő a főnököm, Westlake. Jó pofiznom kell vele, hogyha boldogulni akarok. Különösen most, amikor végre úgy fest, hogy előléptetnek. Ki van zárva? Miss Gent szerint én vagyok a legjobb ügynök a részlegben. Látja ezt? 14 karátos mancsetta gomb. Ajándékba kaptam tőle. Bámulatos. De mit is akart mondani? Hm? Ó, ezt. Mikrotechtronika. Kifejlesztettek egy elektromagnetikus, mikrohullámú semlegesítő berendezést, amely bármely fegyvert képes blokkolni. Ezek szerint az emberi életre nem veszélyes. Az eredeti elképzelések szerint nem. Miután a bizottságiak értesültek a fejlesztésről, egy beépített embert küldtek a céghez, aki arról tudósított, hogy sajnos hosszú távon az EMH-t fegyverként is akarják alkalmazni. EMH? Elektromagnetikus hullám belülről kifelé melegít.
Nincsenek valami köze a tegnapi spontán emberi égés áldozatához? Uh-huh. Az emberünk Edward Hutchinson. Épp ő volt a tegnapi áldozat. A jelek szerint nem kizárt, hogy EMH-val ölték meg. A teste gyakorlatilag megsemmisült. Lehet szó spontán égésről? A helyszínen csak hamvakat találtunk. Küldtem belőle a laborba. Na és mit mond a cég? Nem tudnak semmiről. Mi jelenleg a cég egyik alkalmazottjára gyanakszunk. Ő Phil Tucker. Project managerként dolgozik. Egy mérnök csapattal. Szabad lesz? Köszönöm. Egy mérnök csapattal a cég tudtán kívül a saját szakállára is dolgozik a fejlesztésen. Van erre bizonyíték? Még ha volt is, Hutchinsonnal megsemmisült. Ránk miért van szükség? Nos, Tucker egy rejtekhelyre készül szállítani az EMH-t, hogy aztán jó pénzért eladhassa. De maguk megakadályozhatják, hogy odaérjen. Úgy érti, hogy lopjuk el? Itt szó sincs lopásról. Mi csak megakadályozzuk, hogy egy veszélyes, illegális, hivatalosan nem is létező fegyver illetéktelen kezekbe kerüljön. Egy szóval ellopjuk. Nincs más megoldás? Mivel nem akarjuk, hogy Tucker megszimatolja a dolgot, nincsen. És ki felügyeli az akciót? A Pentagon ma reggel küldte át nekünk a megbízás részletes leírását. Magukra bíznám. Egyrészt, mert értik a dolgukat, másrészt személyes szimpátia alapján. Harmadrészt pedig azért, hogy kivonja magát egy illegális akcióból, így van? Ismétlem, ez nem illegális akció. Ez az iroda egy jégverem. Nem lázonganak az emberei? Spórolok a fűtéssel. Úgy emlékszem, szóltam az őröknek, hogy ne engedjék be magát. Így van, de ez nem lehet akadály. Egy kis pénz bármit megold. Meg kell, hogy mondjam, lenyűgöz a leleményessége. Mit akar? Úgy tudom, egy új fegyver dob piacra. De ezúttal csak nagy halakra vadászom. Vagyis az én klienseimre. Engem miért nem értesített? Azért, mert ez magának túl nagy falat, Márgaz ilyen. Közvetítőre pedig most nincs szükségem. Velem nagyobbat kaszálna. Ezt mindketten pontosan tudjuk. Mutassa meg a kicsikét, és várja meg, mit ajánlok. Ki mesélt magának a fegyveremről? Az iráni barátunk, akivel a gátnál találkozott. Azt mondta, mutatott neki valamit, amit ha látok, nem is hiszek el. Igaza volt. Csendes, gyors, halálos. Az elektromagnetikus hullámok áthatolnak a szöveteken, és azután szépen belülről kifelé haladva szinte nyom nélkül semmisítik meg a célpontot. Mit csinál? Meg akarta nézni, nem? Ez maga barátom. Látja? Minden élőlény körülvesz egy béta hullámokból álló erőtér. Tudja? Az aura. Az EMH memorizálja az aura rajzolatát, majd ezek után akár 2 mérföld távolságból is bármikor azonosítja, illetve megcélozza. Na, milyen érzés? Enyhén bisergető, de most már kapcsolja ki azt a masinát. Megtehetném. De ha akarnám, egy mozdulattal izzó pernyévé varázsolhatnám magát. Holnap visszajövök, Tucker. Jahú! Közelíts a táskára. Ketlet pont ilyennek írta le az EMH tokját. Egy az egyben. Igen, ez lesz az. Indulnak. Más
másfél mérföldnyire van egy leágazás. Arra megyünk. Én ismerek egy rövidebb utat. Menjünk arra. Már úton vannak. Jó időt futottak. Oké, én addig hozok egy kis... Hé, hey, Franky, vigyázz! Bocs, még nem szoktam meg, hogy egy óriás szörcsomó fekszik a... Hé, csak nem az új pulóverem? De igen, szállj le róla, te bolhafészek! Ez már mindennek a teteje. Jaj, ne! Ezt nézd meg! Tiszta kutyaszőr! Hogy került ez hozzá? Gondolom, leesett a földre. Ugyan már, az ki van zárva, én ugyanis mindig a kanapéra teszem. Nyugi, majd én kitisztítatom. Egyébként inkább örülnél, hogy az allergiagyógyszered már is hatott. Nem is tüsszögsz. Annyit. Ja, Istenem! Legyél inkább jó kutya, és szívodj fel szépen. Eli. Igen, Cole? Mindjárt ott vagyunk. Próbáljátok meg eltalálni őket. Múlva magukhoz térnek. Mehet! Ez igen, srácok. Figyelj, szerintem profilt kéne váltanunk, és állati gazdagok lehetnénk. Haragd meg, William. Gyorsan és pontosan, igaz? Tehetünk még valamit? Bankot is rabolhatnánk. Megjött a jelentés. A pasasok nem láttak semmit. Azt hiszik, földön kívüliek támadták meg őket. Gratulálok, szép munka volt. És most bocsássanak meg, de fel kell hívnom a biztonsági részleget. Majd csukják be az ajtót. Tábornok úr, itt Ketlet. A csomag megérkezett. Nem, uram, nem hallgatják le, nyugodtan mondhatja. Igen, uram. Nos, uram, igen. Nincs mit. Örömmel tölt el a tudat, hogy az Egyesült Államok szolgálatára lehettem. Maga egy igazi hazafi, Ketlet. A Nemzetbiztonsági Tanács rendkívül hálás a segítségéért. Egész biztos vagyok benne, hogy ezért maga az elnök fog köszönetet mondani. Hova tűnhetett? Mit vesztettél el? A szendvicsemet. Pontosan oda tettem, ahová szoktam. És most... Te vitted el, igaz? Már fél órája itt ülök, és azóta William meg sem mozdult. Szóval úgy gondolod, hogy a hamburgerem egyszerűen fogta magát és lelépett. Ez a dögette meg, Ellie. Ez a te hibád, igazán figyelhetnél rá. Vagy legalább etesd meg. William, azonnal köp ki azt a szendvicset. Igen, én... Figyelmeztetlek. Igen, pontosan. Ezt most megúsztad, de hidd el. Előbb vagy utóbb. Elkaplak, és akkor kitekerem a nyakadat, te gusztustalan négylábú kleptomán. Istenem!
Hé, srácok! Sürgős üzenet jött az FBI-tól. Mindnyájan itt vannak? Thomas Cole ügynök, Cameron Westlake nyomozó, Dr. Ellie Farrow, Franklin X. Waters és Andrea Gent speciális ügynök. Mi folyik itt, Catlett? Ezennel le vannak tartóztatva. Összeesküvés, fegyveres rablás és hazahárulás vádjával. Hogy képzelik ezt? Képtelenség. Adják át a fegyvereiket. Én ezt nem értem. Feladott minket? Nincs még egy ilyen aljas áruló. Hogy tehette? Hová vitte? Hello, Phil. Keres valamit? Nem viccelődni jöttem ide, seggfejkém. Nyugalom. Egy ilyen ózsdi cowboy szuvenír nem sül el olyan könnyen. Ne szórakozzam velem. Maga az egyetlen, aki tud az EMH-ról, akinek megvannak a kapcsolatai és a módszerei arra, hogy megszerezze. Szóval hol van? Ügyesen elrejtettem. Ha lelő, sosem találja meg. Tegye el a fegyvert, és beszéljük meg a dolgot. Miért is ne? De a helyében nem próbálnék ügyeskedni. Ha megfulladok, le se kell puffantania. Csak nem gondolta, hogy majd engedem meglépni vele? Sajnálom, de maga az oka. Nem akar tárgyalni velem. És gondolja, hogy most majd megegyezhet velem? Magáé az áru, enyém a pénz. Érti már? Az irániak elárulták nekem, hogy a tervezési szakasz után maga minden feljegyzést töröltetett. Így még értékesebb. Az én prototípusom nélkül a fegyver nem létezik. Pont ezt mondtam az ügyfelemnek is. Bár is talált vevőt? Ó, és nem is akármilyet. Valószínűleg még így is több marad magának, mint amennyiért eladhatta volna. Van képe 100%-ot ajánlani nekem azért, hogy eladja a saját árumat? Kizárólag a pozíciójának köszönheti, hogy bármit is ajánlok. Maga, mint fejlesztő, és én, mint kereskedő, többet kaszálunk majd, mint a régen kormány. Mostani húzása után nem gondolhatja komolyan, hogy hajlandó leszek üzletelni magával. Nem muszáj, de akkor egy vasat sem fog látni az összegből. Ez őrület! Én ezt képtelen vagyok felfogni! A dokumentumok, amiket Taylor tábornoktól kaptam, hivatalosabb úton már nem is kerülhettek hozzám! Sajnos Taylor tábornoknak éppen megbeszélése volt, amikor maga állítólag beszélt vele. És biztos, hogy nem voltak hamisak azok a dokumentumok? Az ilyen iratokat sajnos szinte képtelenség hamisítani! Ez esetben a szinte lesz a kulcsszó. Te jössz! Nagyon keménykedtek? Nem, Catlettről kérdezgettek. Engem is. Vajon még mindig kivégzik az árulókat? Patkány. Azt képzeli, hogy büntetlenül szórakozhat velem, mi? Kész vagyok. Ki akarnak csinálni? Kár a magányos mártírt játszania. Nagyon úgy fest, hogy mi is követjük. Az biztos, hogy valaki csúnyán beugratta. Olyas valaki, aki ismeri a Pentagon kódjait. Mindig a kötelességemnek éltem. Na és mit értem vele? Semmit. Gyanakodnom kellett volna, amikor azt mondták, hogy vigyem egy nyilvános megőrzőbe. Tényleg ott hagyta egy nyilvános megőrzőben? Egy ilyen jellegű akció során ez teljesen logikus lépésnek tűnt. Hát ez gyors volt. Mert meggondolták magukat. Amíg a nyomozás tovább folyik, szabadon engedjük önöket. Jelenleg ugyanis úgy látjuk, hogy csak Catlett ügynök utasításait hajtották végre. Vagyis mindössze egy mester ilyen kihagyalt bűntény végrehajtásának eszköze is, ezáltal részben áldozatai voltak. Engem vádolnak? Igen. Nagyon sajnálom, Catlett, de semmi sem támasztja alá a vallomását. De hiszen én a szintiszta igazat mondtam! A tárgyalásig fogva kell tartanunk. Óvadék kiírására nincs mód. Sajnálom. De hát ez képtelenség! Sohasem árulnám el a hazámat! Ez tévedés! Tévedés! És az ügynökeink nincsenek felkészülve az ilyen helyzetekre.
Mi pedig olyan elfoglaltak vagyunk, hogy észre se vesszük, mi folyik a házunk táján. Nézze, kedlet sem egy szent, de ilyesmit sose tenne. Az biztos. Igen. Igazság szerint ilyesmit én sem néztem volna ki belőle. Nincs másolat azokról a dokumentumokról, amiket Catlett kapott. Ha bármit kapott volna a Pentagontól, meg kellett volna mutatnia nekem. És ha parancsot kapott arra, hogy tartsa titokban? Nálunk nem igen vannak titkos akciók. Sajnálom, Cole ügynök, de nem hiszem, hogy van bármi, ami mellette szólna. Kell, hogy legyen másolat. Catlett mindent megőriz. Titkos utasításról sohasem készül másolat. És hol az eredeti? Ha nem tudnák, az ilyen jellegű speciális adatokat mindig megsemmisítjük. Hogyan? Értik már, miről van szó? A börtönkaja nem is olyan rossz, ha nem várjuk el tőle, hogy jó legyen. Szóval, tudod, ez egy... Jaj, ne... Nem, nem! Ez a kutya egy átok! William! Azonnal gyere ide! William! És még süket is! Ki takarítja ezt fel, ha? Mert én nem, az biztos! Én hoztam őt ide, úgyhogy majd én. Nézd meg! És még csak nem is szégyeli magát! Mi hagytuk itt? Mit vártál tőle? Ennyit még te is érthetnél a pszichológiához. Kiborult, mert hiányoztunk neki. Igaz, William? Nagyon sajnálom, de az új családod egész eddig a dútyival rostokolt. Tudod, egyes országokban a kutya ínyenc falatnak számít. Hogy lehetsz ilyen érzéketlen? Nem látod, milyen szomorú? Ez meg mi? Pszichológiai trauma. Mélységes magányában William csak így tudta kifejezni, hogy mennyire szeret minket. Szóval, Eli, szereted a puzzle-t? Miért? Mi ez? Catlett szemete. Ha igazat beszél, a bizonyítéknak itt kell lennie. Mi? Azt akarjátok, hogy ezeket rakjam össze? Többször műveltél már csodát. Na jó, ahhoz, hogy ezt kibogozzuk, minden egyes darabot külön-külön be kellene szkennelnünk. Meddig tart? Hát sokkal gyorsabb, ha van, aki segít. Legalább kipihenjük az izgalmakat. Nem trópusi, valami szárazabb. Nem mindegy, hogy hová. Nézze, azt akarom, hogy a lányom jól érezze magát. Legyen minden tökéletes. Világos. Nem jöhet közbe semmi. Azonnal tegye le, beszélnünk kell. Az ügynökömmel beszélek. Tőlem beszélhet akár Gandival is. Ha nem tévedek, Phil, ő már meghalt. A pénzemért jöttem. Nyugi, Phil. Az El Khalilnak egy kis gondja van a pénzzel, úgyhogy tárgyalásba kezdtem az Irával is. A hétvégére meg lesz a pénz. Nem várhatok addig, mert el kell hagynom az országot. Na és mi lesz a céggel? És az egyességünkkel, nem ebben állapodtunk meg. A rablás óta más se csinálok, mint a helyi zsaruk és a cég magándetektíveinek kérdéseire válaszolgatok. A pozíciója miatt. A fenébe már az ilyen! Tudnak az EMH részlegről. Egyenként zárt ajtók mögött hallgatják ki a mérnökeimet, és csak is időkérdése, hogy mikor jönnek rá. Ez nagyon szomorú, Phil. Bíztam benne, hogy minden oldalról bebiztosította magát. Így is volt! Amíg maga bele nem köpött a levesembe. Péntekre meg lesz a pénz. Nem. Holnap amennyit csak tud, kifizet nekem készpénzben. A többit pedig majd szépen utánam küldi. Miért küldeném el a pénzét azután, hogy cserben hagyott? Mert ha mégsem, feldobom magát. Partner. Világosan beszéltem. Attól tartok így. Ka
Kapcsolja be a mikrofont. Srácok, ki kell vinniük innen. Egy perc nyugtom sincs. Ugye bíznak bennem? Ártatlan vagyok. Igyekszünk bebizonyítani. Próbáljuk rekonstruálni a dokumentumot. Nyögvenyelősen bár, de azért haladunk. Már azonosítottuk a Pentagon fejlécét. Hát ez remek. Ha bármit összeraknának, rögtön ellenőriztessék az új lenyomatokat és az aláírást. Hát ha elkapjuk azt a mocskot, aki kiszúrt velem. Minden esetre a dokumentum arra legalább bizonyíték lesz, hogy felsőbb parancsra járt el. Nincs valami ötlete, hogy ki tudhatott még az EMH-ról? Tudomásom szerint Tucker és akik neki dolgoztak. Na és azok, akiknek el akarta adni. Akár az egyik ügyfele is lehetett a vevő. Egy biztos? Az illető hozzá tud férni a titkosan kezelt aktáinkhoz is. A védelmi részlegen belül Tucker feladata az ügyfelekkel való kapcsolattartás. Nyilván tisztában van vele, hogy kiverte át. Kapják el és szedjék ki belőle. Szerzünk letartóztatási parancsot. Remek. Gyerünk. Igen. Cole. Westlake. Nagyon sajnálom, hogy majdnem magukat is magamban rántottam. És hálás vagyok. Philip Tucker! Le van tartóztatva. Dobja el a fegyvert! Dobja el! Három diplomával és 5 teljes évi szakmai gyakorlattal a hátam mögött nem hittem volna, hogy ilyesmit láthatok. Tudtam, hogy a technológia létezik, de azt nem, hogy emberre is alkalmazzák. Hogy generálhat ekkora hőt? Az emberi testből nyeri. A molekulákra hat. Így a bennünk rejlő természetes energia összeadódik. És elhamvasztja a testet. És még azt sem tudjuk, hogy honnan célozták meg. Egy mérföldes körzetben akárhonnan. Ha az EMH egyszer rögzíti az ember erőterét, bármikor azonosítja, és minden elképzelhető anyagon áthatolva megsemmisíti. Hát, alattomos egy fegyver. Az. A golyóálló üvegek és a testőrök ideje lejárt. Nincs, ami ennek ellenáll. Még a vipera sem. A Pentagon átküldött egy listát, amin minden fegyverkereskedő szerepel, aki esetleg szóba jöhet. Remek. Hogy állsz Ketlet papírjaival? Indulás előtt beszéltem Frankivel, és azt mondta, hogy a gép nem kevés szemét mellett egyre több valódi dokumentumot állít össze. Másoljatok le mindent, ami Taylor tábornoktól vagy a Pentagontól érkezett, talán ennyi is elég lesz ahhoz, hogy Ketletet kiengedjék. Kiengedték? Miért? Egy botrány most egyikünknek sem tenne jót. Rendben. Nagyon köszönöm, hogy szólt. A Pentagontól telefonáltak. Ketletet kiengedték. Az a külsős banda rekonstruálta az utasításainkat. Francba. És most majd a nyomomba szegődnek. Nyugodj meg. Mire feleszmélnének? Mi már Tripoliban leszünk. Tripoliban? És mi van az El Khalillal? Líbia többet fizet. Épp csak megállunk, felszedjük a 7 milliót. És irány Salzburg, és az aranyélet. Ez az utolsó, Jerome, igaz? Nincs több csalás, és nincs több piszkos üzletelés. Drágám, holnaptól mindez a múlté. Remélem is. Lezárod az ügyet, és lelépünk. Így lesz, ne aggódj. Ha holnap lezárod az ügyet, leszokom a dohányzásról. Megegyeztünk, drágám. Hová készült? Hát, amíg a városban vagyunk, ügyelek Ketletre. Nehogy keresztbe tegyen nekünk. Amíg az ember szabad, nem is tudja, milyen értékes dolog a szabadság.
Csak várjuk ki a végét. Ha a tettes nem kerül elő, a bizonyítékaink semmit sem érnek. Persze, addig is örülünk, hogy visszatért közénk. Nagyon hálás vagyok maguknak. De úgy veszem észre, hogy valami nincs rendben ezzel a nyomozással. Miért nem vigyáztak Tuckerre? Nem tűnt fel, hogy ő volt az egyetlen, aki elvezethetett volna minket a megoldáshoz? Kérlek, világosítsd fel. Nem ártana. Tucker se maga, se más nem védhette volna meg. Ne prédikáljon, inkább segítsen nekünk. Nincs már túl sok időnk. Nem is tudom, már mindent elmondtam, ami eszembe jutott. És az a telefon? Próbáljon visszaemlékezni. Nem volt háttérzőrej? Nem volt valami furcsa a hívó hangjában? De a légzése. Mintha valahogy nehezebb vette volna a levegőt. Mint a kináthás. Nem igazán. Annál sokkal betegesebben. Mintha allergiás lett volna, hangosan zihált. Lehetett asztmás is. Van egy listánk a fegyverkereskedőkről. Nem ártana átnézni. Rendben, úgy sincs jobb dolgom. Nem láttad a csavarkulcsot? Ha a helyére tennéd, nem tűnne el. Ugyan már. Itt van. Csak épp nem látom. Nem segítenétek megkeresni? Örökké hálás leszek annak, aki megtalálja. Halljátok? Hogy került ez hozzád? Ezek szerint örökké hálás leszel Williamnek. Jaj, ne. Egy kutyának nincs ennyi esze. Ki adta oda neki? Én nem. William szeret téged. Viccelsz? Legalább annyira utál engem, mint én őt. Ez nem igaz, Frankie. Oda van, érted? Folyton azon mesterkedik, hogy észrevedd. Tudjátok mit? Elegem van ebből. Gyere, menjünk, William. Megint megsétáltatod? Igen. Nem akarok több balesetet a műhelyemben. Gyere, hol találtad ezt a kulcsot? Hallod? Hm? Na, erre csak utánam. Ketlet átnézte már a listát. Igen, és az egyik fegyverkereskedőnél talált is krónikus asztmát. A neve Jerome Margozian. Évek óta szabadúszó, de szoros szálak fűzik a biztonsági részleghez. Ráadásul okmányhamisításért egyszer már meg is büntették. A címét nem tudod? Sajnos nem, de beszéltem Ketlettel. Azt mondta, megpróbálja elővarázsolni. Rá kell jönnünk, hogy ki az, aki odafentről összejátszott vele. Erre már én is gondoltam. Figyelemre méltó, hogy a Ketlethez érkezett dokumentum végén szerepel egy kézzel írt iktatószám. Tehát valakinek az FBI-nál engedélyeznie kellett. Bárki is volt, az nyilván tudta, mit ír alá. Nézd meg, hogy a nyilvántartásban szerepel-e ez a kézírás. Nagyon kíváncsi vagyok. A bátyám húzza így át a hetest. A tanulság? Hiába nyalsz fölfelé, ha a főnököd lefelé tapos. Hívom Ketletet. Gent ügynök? Szerintem is hihetetlen, de őszintén szólva én is erre a következtetésre jutottam. Ketlet, rád akarja kenni? A társaival egyetértésben. Azt hiszik, találtak ellenem valamit, de intézkedtem. Feltöltöttem a nyilvántartást néhány adattal, úgyhogy nincs az a bíróság, ami felmentené Ketletet. Ügyes. A holttestét kidobjuk valahol az óceán fölött, és majd mindenki azt hiszi, hogy lelépett a fegyver árával. Az ügy le van zárva. De tudod, egyáltalán nem örülök, hogy Líbiába megyünk, rémes ott a klíma. Különösen ilyen súlyos asztmával, mint a tiéd. Túl fogom élni. Csak addig maradunk, amíg lepasszoljuk az árut, és megkapjuk a pénzt. Ezzel együtt, drágám. Alig várom az alpokat. Hé, hey, William, tűnés onnan. A tükrök ellenállnak a statikus energiának. Többet érne egy erőtér a kocsi körül, ami semlegesíteni a mikrohullámokat. Frankie, ezt te vetted? Igen, és? Pamper Pup? Ez a legdrágább kutyakaja a városban. Hát igen, na és még egy ilyen szőrös monstrumnak is kijár egy kis élvezet. Oké, okos kutya. Mit ad neked, Frankie bácsi, he? Jó kutya vagy. Most jövök a központból. Ketlet és Gent felszívódott. Az éjjeli őr szerint késő éjjel együtt hagyták el az épületet. Elkapta.
Úgy tűnik. Hol kezdjük? Újra átnézek mindent, hát ha találok valamit. 25 perc múlva indulásra készen várjon a Crosbynál. Kubában egyszer leszállunk üzemanyagért, aztán irány Tripoli. Sehol nem fognak megállítani, igaz? Mindent elintéztem. Mozgás. Indul a gép. Ez igazán érdekes. Gent fenntart egy speciális rejtek helyet egy tanú számára, aki azonban, ha minden igaz, nem létezik. Oda látogathatnánk, nem? Mit szóltok? Nem vihetitek el a kocsit, nincs kész. Hogy nincs kész? Azért, mert az EMH-t semlegesítendő statikus energiát vezettem a hologram projektorba, ami így egy speciális erőteret vetít a kocsi köré, de mivel az EMH hiány nem tudom letesztelni, lehet, hogy nem működik. Mindent ellenőriztél? Igen, de még nem. Nagyszerű, de most nem várhatunk tovább. Hé, hadd szedjem le a szenzorokat! Rendőrség! Margozien! Gent! Cole! Ez Ketleti. Ez meg mi? Nem tudom. TB, plusz B, kereszt B. Hová mentek? Hogy? Gondolkozzunk. Crosby. Crosby repülő. Igen, a Crosbyról kell indulniuk. Gyerünk. Hogy nem hozott fürdőgatját, pedig jó nagyot fog csobbanni. Itt lehetnek a közelben. A műszer a pálya északnyugati részén érzékel aktív elektronikus jeleket. A gépen leszedem a tapaszt. Kíváncsi vagyok, most is élvezi el, hogy együttműködhet velem. Azonnal dobják el a fegyvereinket. Látod, mit csinál? Eri, rajtad a világ szeme. Ne aggódjatok, az erőtér védelmet biztosít. Rögzített minket. A fenében nem tudom aktiválni. Érzed? Bizsergek. Tűnjünk el innen. Ahhoz már túl késő. Cole! Csinálj valamit! Mi a helyzet? Működik? Úgy tűnik, csak egy kis biztatás kellett neki. Van valami pajzsuk? Várjatok, kipróbálok valamit. Ken, próbáld az előtér statikus energiájával megszírozni a fegyver béta hullámait. Ja!
Dobja el a fegyvert! Elvesztette a barátját. Egy életre. Jól van? Igen, kösz. Mi a véleménye? Gyerünk, gyerünk. Kineveznek? Hazaviszem Williamet. Te nem jössz? Nem. Még látjuk egymást, William. Viszlát, haver. William! Jaj, okos kutya. Igen. Tudod mit, Ellie? Úgy döntöttem, hogy veletek megyek. Na, gyerünk! Láttam egy hatalmas csontot a kis állatkereskedésben, megveszem neki búcsú ajándékként. És, rácok, épp most visszük haza Williamet. Oké, haver, gyerünk! A két jó barát. Igazán megható. Gyere, gyere, gyere szépen. Jó kutya.